Megálmodó, kivitelező, működtető, résztvevő. Ma mindenkiről szó esik, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kolozsvári magyar operának egy jól működő gyerekkórusa legyen. Köszöntöm Önöket! Elsőként Takács Arankával ismerkedhetnek meg, akinek neve számos projekthez köthető, így a Szép Gyula által megálmodott gyerekkórus megalapításához is. Ezt követően Kovács Dalma karvezetővel és egy kórustaggal beszélgetünk, majd az ihletperceiben egy hangulatos mécsest készítünk el Benkő Antóniával. Ne arról beszélünk, amit nem lehet, hanem azt nézzük meg, hogy hogy lehet, és azt a hogy lehetett, azt hogy lehet a lehető legjobban, hogy abban mindenki az örömét lelje, és elvégre a... Tudom, hogy ideálisan szól, de higgyétek el, hogy ezt meg lehet csinálni. Azt megtanulni, hogy vannak dolgok, amit csak időben lehet elérni. Vannak dolgok, amire folyamatosan készülni kell, gyakorolni kell, össze kell dolgozni. Azért az egy óra, vagy másfél óra dicsőségért, hogy úgy mondjam. Ez nagyon fontos. A lakás dekorálásához fel lehet használni. De igazából este, hogyha meggyújtunk egy gyertyát benne, úgy lefekvés előtt is, lecsendesíti a hangulatot. Kész energiabomba, talpra esett, céltudatos nő, akit őszintessége és komoly hozzáállása vitt előre, akárcsak azokat a kulturális közéleti projekteket, fesztiválokat, amelyekbe lehetősége volt belekóstolni. Nevével és munkájával találkoztunk már a kolozsvári Magyar Opera gyerekkórusa, a Steps Táncfesztivál, a Comedy Clush Filmfesztivál, a Jazz in the Park, az Antold, illetve a kolozsvári Magyar Napok kapcsán. Ő Takács Aranka. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy az ember tényleg szeresse azt, amit csinál. Igaz, hogy közhelynek szól ez, de az elmúlt tizens annyi év alatt, amióta én dolgozom végül is, és kiléptem az egyetemről, úgy érzem, hogy mindig az a hit és az őszintesség, amivel hozzáálltam bizonyos projektekhez, az vitt előre engem is, és vitt előre azokat a kulturális vagy fesztivál, vagy intézményi projekteket, amikbe lehetőségem volt belekóstolni. Nem azt mondom, hogy feltétlenül kerestem ezeket, néha úgy érzem, hogy a dolgok jönnek velem szembe, és csak rajtam, tőlem függ az, hogy most bevállalom-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy elég jól fel tudom mérni azt az erőt, ami bennem van, és az időmet elég jól be tudom osztani, ami valószínű, és úgy nézett ki az elmúlt években, hogy a kapacitásom egy kicsit, és a figyelmem valóban több mindenre tud összpontosulni egyszerre, és ezért van az, hogy sokszor több fesztivállal párhuzamosan foglalkozom. 3 éve kerültem vissza Kolozsvárra, és nagy lehetőség volt nekem az, hogy itt az operában kaphattam egy olyan kreatív helyet. A lehetőségek megragadása és az azokban való helytállás új utakat nyithatnak meg mindannyiunk számára. Aranka névjegye lett, hogy amit elvállal, amellett elejétől végéig kitart, komolyan, lelkiismeretesen dolgozik, és a tőle telhető maximumot hozzáteszi a rendezvény sikeréhez. Így volt lehetőségem aztán kapcsolatba lépni első ízben a Steps Tánc Fesztiválnak a szervezőivel, és amelyet ugye itt az operában partnerségben szervezünk. Ez nagyon fontos, mert hiszen az operának nincs fesztiválja, saját fesztiválja, és ez egy olyan jó lehetőség volt, ami egy olyan minőségi kortárs táncvilágot hozott be a házba, hogy meglepő módon első pillanattól fogva teltházaink voltak, és ez így van mai napig is, amikor már harmadik alkalommal szerveztük meg a nemrégiben az előadásokat. Szintén innen, ebből a kis, hát én azt mondom, hogy erdélyi kulturális fellegvára ez az operaház, ahol ugye színház, opera, tánc, jazz és film és minden megfordul, ugye? És olyan közösségi erő és összefogó hely, ami egy, nem tudom, erdélyi kultúrtér, vagy bárminek is nevezhetném ezt. Úgyhogy innen jött mindaz, ami végül is az utamba került, és amiért én nagyon hálás vagyok.
Aranka így találkozott a Jazz in the Park fesztivállal, az Antoldal, a kolozsvári Magyar Napokkal, illetve a Comedy Plus filmfesztivállal. Ez utóbbinak tavaly a kommunikációs feladatait látta el, idén pedig már főszervezője volt. Bármelyik projektről is legyen szó, mindegyik kemény munkát feltételez, hisz csak így lehet valami újat, valami pluszt felmutatni. Természetesen ezáltal ő is rengeteg élménnyel gazdagodik, ami tovább motiválja. Én kapom azt a szeretetet, ami van az emberekben, és az az öröm, hogy ez jól kijött, és hogy ehhez nekem is volt egy kis hozzájárulásom, és nem tudom, nekem az úgy annyira jó érzés, amikor végül is tényleg én nem találok fel semmit. Én azt hiszem, hogy azt az attitűdöt, amivel így bejövök egy intézménybe, vagy egy fesztiválba, vagy egy valahova, és azt mondom, fiúk, ne arról beszélünk, mit nem lehet, hanem azt nézzük meg, hogy hogy lehet, és azt a hogy lehet, tehát azt hogy lehet a lehető legjobban, hogy abban mindenki az örömét lelje, és elvégre a... Tudom, hogy ideálisan szól, de higgyétek el, hogy ezt meg lehet csinálni. És nekem ezt leginkább a Comedy bizonyította, amely rendezvény az idén. Tényleg nem emberek dolgoztak együtt, hanem egy csapat formálódott olyan emberekből, akik még dolgoztak együtt, de nem voltak egy csapat. És itt van az, amikor tényleg közösen megbeszélünk dolgokat, közösen papírra vetjük azt, hogy de mit is akarunk elérni, és mi az, amit el akarunk érni, az a jó hangulat, úgy egymás között, mint a közönség fele is. Nem utolsó sorban pedig az a tisztelet végül is, amit kivív magának egy sikeres rendezvény, ahova tényleg időseket, fiatalokat és nagyon gazdag embereket és kevésbé gazdag embereket látsz egy helyen szórakozni. Most már a Steps, a Comedy, a Jazz in the Park, és még dolgoztam az Antoldban is, és olyan, tehát egy kis magyar kommunikáció is bekerült ezekben a fesztiválokba, és az, hogy ezek az emberek megértették azt, hogy a többnyelvűség az mindenképp egy pluszt hoz, és nem visz. Nagyon fontos az, hogy a közönségünket megszólalt közönségünkhöz úgy szóljunk, ahogy hozzájuk a legkedvesebb, és az az anyanyelv. Aranka a fesztivál projekteken kívül a kolozsvári Magyar Opera munkatársaként Szív Gyula igazgató ötlete nyomán az év elején létrehozta a kolozsvári Magyar Opera gyerekkórusát. Aranka számára felemelő érzés az opera falai között látni a népes gyereksereget, hallani őszinte csengő hangjukat. Köszönöm kérdésed, nagyon jól esik, hiszen ez egy nagyon kedves projekt számomra. Nem én találtam ki a gyermekkórusnak a gondolatát, hanem az opera igazgatója, Szép Gyula. Nagyon régóta megfogalmazta már ezt az igényt, hogy itt van ez a ház, hát igazán, hogy azok az intézmények és azok az operák, amelyikeknek igazán fontos az, ami körülöttük zajlik. Mindig van mindegyik külön működik egy gyermekkórus, csak éppen az elmúlt években nem volt meg az a személy, aki, vagy az az elegendő bolondság, vagy nem is tudom minek nevezzem, hogy valaki ebbe a fába vágja a fejszéjét, hogy ezt meg is alapítsa. Többször is beszéltük az igazgatóval ezt a történetet, és elmondtam neki, hogy ez nagyon egyszerű, el kell dönteni, hogy akkor akarjuk-e vagy nem, és hogyha igen, akkor mik a feltételek, és mi az, amit nyújtani tudunk, van-e hely, ahol. Tehát egy pár szervezési kérdésre választ meg kell kapjuk, és amikor ezek a válaszok megvannak, akkor higgye el, hogy 2-3 heten belül a kórus meg lesz itt az operában. Egy hét alatt a kórus felhívása, reklámozása meg is történt, és nagyon jó eső érzés volt az, hogy 120-an jelentkeztek. Úgy, hogy nem volt ígérve sem 10-es az iskolában, sem egyéb juss a gyereknek, hogyha ugye ide eljön. És ebből a 120 gyerekből egy 75 olyan rendkívül tehetséges gyereket válogattunk be a kórusba, akik bizonyítottak is 2 hónap alatt, hogy képesek nagyon-nagyon-nagyon szép és nagyon tiszta produkciókat előadni. Nagyon örventünk azért is, mert ezek a gyerekek mindenhonnan jöttek, tehát van, aki ingázik Tordáról, vagy Dézsről,
vagy a Kolozsvár közeli falvakból. Van olyan gyerek, aki életében először zongorát itt látott nálunk. Van olyan gyermek is, aki már számtalan produkcióban fellépett, de annyira szép az, ahogy ezek a gyerekek közösségé formálódnak, és ahogy elmagyaráztuk nekik persze az elejétől fogva, hogy van, akinek több tapasztalata van, van, akinek kevesebb, de valahogy úgy kell van, aki hangosabban énekel, van, aki halkabban, de valahogy az a lényeg egy ilyen kórusnak, hogy olyan szép egyé váljunk, amiben mindenki mégis meg tud maradni önmagának, hiszen rengeteg karakter van ebben a kórusban, és egy olyan szép csengést nyújtanak, ami közönségnek, és a szülőknek, és nekünk mindannyiunknak óriási öröm. Van, aki hangosabban, van, aki halkabban, van, aki több tapasztalattal, és van, aki kevesebbel, de egy cél szolgálatában. A Kolozsvári Magyar Opera gyerekkórusának 75 tehetséges tagjával leszünk egy társaságban a következő percekben, és beszélünk velük célokról, csapatmunkáról, kitartásról, összefogásról. A szó Kovács Dalma karvezetőjé és egy bátor kórustagé. A gyerekkórusnak az elsődleges célja az volt, hogy legyen Kolozsváron egy magyar gyermekkórus, ezért is az a neve, hogy Kolozsvár magyar gyerekkórusa. Az egy dolog, hogy ugye opera részletekben, ha gyerekkórusra van szükség, akkor beugrunk, és a gyerekek énekelnek, és a színpadon szerepelnek, de a fő cél az, hogy egyéni, önálló előadásaink legyenek, hogy olyan repertoárt sikerüljön megtanulni, önmagunkévá tenni, amivel aztán lehet koncertezni, ugye önálló koncerteket tartani, és szerintem ez egy nagyon reális cél, mert nagyon ügyesek a gyerekek. Próbákat két csoportban tartjuk, hétfőn délután és kedden délután, hogy jobban odafigyelhessek mindenkire. A legkisebb tagunk az első osztályos, és 13 éves korig van a felső korhatár, onnan aztán kezd a hang változni, meg már nem gyerekhang, hanem már ilyen változó, szinte felnőtt hang, és akkor nehéz is nekik abba a korban legnehezebb kórusba énekelni, úgyhogy olyankor általában maguktól jelzik, hogy most már nekem ez nem megy, és szükségem van egy szünetre. Sokszor hangzik el a próbáinkon az, hogy teljesen más dolog kórusba énekelni, mint egyedül, és teljesen más dolog csoportban dolgozni, mint egyedül. Szerintem a kórus nagyon jó arra, hogy azt megtanult, hogy milyen az, hogy egyenlően énekelni valakivel, egyenlően dolgozni. Ha én túl hangos vagyok, ha túl kiéneklek a csoportból, akkor az nem jó, mert az mindenkinek rossz. Ha nem éneklek eléggé hangosan, vagy nem élem bele magam eléggé, vagy nem figyelek oda, akkor megint veszít a csoport, mert akkor meg nem vagyunk elegen, és megint nem ugyanaz. És ezt általában nagyon nehéz megtanulni az elején, ha sosem énekeltél még kórusban, hogy akkor végül is hol van az arany középút, hogy lehet társaságban, csoportban úgy viselkedni zeneileg, hogy az mindenkinek a legjobb legyen. Ez még egy baráti kör, ugye a suli az osztályon kívül, meg az otthoni barátokon kívül, ez még egy csoport. És ami szerintem plusz mindenhez képest az, hogy amiután nagyon sokat együtt dolgozunk, és kínlódunk, és ugye a nehéz próbák, még lehet, hogy van olyan, hogy már nagyon nehéznek tűnik, és már fáradt vagy meg minden, de eljön az előadás, és együtt megvalósítunk valamit. Utána az leírhatatlan, hogy milyen. És szerintem azt megtanulni, hogy,
hogy vannak dolgok, amit csak időben lehet elérni. Itt vannak dolgok, amire folyamatosan készülni kell, gyakorolni kell, össze kell dolgozni, azért az egy óra, vagy másfél óra, ugye, dicsőségért, hogy úgy mondjam. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy teljesen másképp dolgozol bármilyen cél fele utána, amitán láttad ezt, illetve tapasztaltad, hogy van, ami nem de most mindjárt van meg, hanem azért dolgozunk, és kínlódunk, és megéri. A csoportos munkának van egy ilyen előnye, hogy egészséges versenyszellem. Én szoktam díjazni azt, hogyha valaki megtanulja az éneket, hamarabb megtanulja, mint a többiek, vagy van olyan, hogy meghallgatom őket egyedül, és nagyon szeretnek egyedül énekelni, és jelentkezni, és megmutatni, hogy miért elértem ezt. Szoktam díjazni, szoktunk versenyezni, vannak olyan játékaink, zenés játékaink, amik versenyre alapulnak, és ez nagyon motiváló, a gyerekek még inkább dolgoznak ilyenkor, mert én azt látom, hogy az, hogy együtt megtapsoljuk őket, vagy együtt elismerjük, hogy hú, te ezt így megtanultad végig, ilyen hamar, hát én még a felét sem tudom, ez is nagyon sokat jelent, az elismerés, mindenkinek az elismerése. Úgyhogy ez megint egy olyan plusz, ami nem tudom, hogy egy osztályban lehet, hogy van, vagy lehet, hogy nincs, biztos ott is versenyeznek, meg játszanak, meg stb., de itt van alkalom tapsolni, ugye a taps az egy nagyon különleges dolog. Azért jelentkeztem, mert egyrészt már szerettem volna benne lenni egy kórusba, másrészt meg hallottam is, hogy lesz ilyesmi, és mert hogy szerettem volna magam fejleszteni éneklés téren, és ez nagyon is megfelelő volt nekem. Elsősorban nagyon örültem, boldog voltam, már csak azért is, mert hát nagy szó, hogy benne legyél egy kórusban, méghozzá Kolozsvári Magyar Opera kórusában, és no, hát nagyon örültem. Jól érzem itt magam, úgy értem, hogy kezdünk összeszokni. Nagyon segített a tábor, amiben voltunk a nyáron, ott még inkább barátkoztunk, és most is jobb, tehát hogy most is jobban vagyunk egymással, megbeszélgetünk, és egyre jobban. Tehát egyre több barátság szövődik. A belső ünnepre hangolódást a megfelelő időrászánás mellett a külsőségek is segíthetik. Egy karácsonyi dal, a mézes karács illata, egy kis gyertyafény már is karácsonyt varázsolhat otthonunkba. A mai ihletrovatunkban ehhez nyújtunk segítséget, egy kis mécsest fogunk készíteni Benkő Antóniával, aki az iskolai tanítás mellett időt szakít az otthoni kreatívkodásra is. Sima üvegpohárra van szükség, esetleg zsákvászonra vagy olyan anyagra, amivel díszíteni szeretnénk, és apró kiegészítőnek csipkére, gombokra, masnikra. Először kiszabjuk az anyagot, amekkorára szükségünk van a pohárhoz mérten. Itt vigyázni kell arra, hogy a pohárnak az alja keskenyebb, mint a felső része. Tehát lemérem, és levágom az anyagot. És mivel ez egy kicsit keskenyebb, mint a pohár, két részből fog állni, tehát nem érem felül is. Utána meg én beszoktam előbb ragasztózni, ráragasztom a vászonanyagot, a zsákvásznot, és utána végén meg levágom, mert így meg túl nagy lesz. És akkor így ráragasztjuk a zsákanyagunkat a beragasztózott pohárra, és ráragasztjuk a felső részét is. Óvatosan rányomogatjuk, nincs értelme súrolgatni, mert akkor elcsúszik. Miután felragasztottuk, én leszoktam vágni ezt a fölösleget, de akár úgy is maradhat. És akkor díszítésnek tehetünk csipkét, vagy gombokat, vagy szalagot. Én ezeket a kis gombos masnikat választottam, pontosabban 4 darabot, és akkor ilyen pici ragasztóval fel is tesszük, ahogy a kedvünk tartja, az ízlésünk, ahogy
nekünk jobban tetszik. Következőt például készíthettünk ezzel a hagyományos zsákvászonanyaggal, kiegészítve egy kis csipkével meg gombbal. Ezt az aljára fogom csak így helyezni, méretre vágom. Ezt is ugyanúgy rányomogatom, és itt ezt a lógó fülecskét egy picit megigazíthatom. Utána pedig a csipkét is méretre vágom, és azt ide fel helyezem, hogy ne legyen ilyen nagyon egyszerű, kiegészíthetjük egy kis gombocskával, vagy a hobbiboltokban most már számtalan karácsonyi formát, fából kivágott karácsonyi figurát lehet ráragasztani, karácsonyfa, hóember, mézes kalács, tehát a kínálat elég széles. Igazából ezt az ízlésünk határozza meg, hogy milyen színekkel szeretnénk dolgozni. Én nagyon szeretem a természetes színeket, aminek köze van a természethez, narancssárga, zöld, meg ez a nagyon natúrszín, viszont ezek az anyagok, ezek a zsákvászon szalagok kaphatóak többféle színben, mustársárgában, sötétkékben, rózsaszínben, van olyan, amelyik enyhén aranyozott, tehát igazából az határozza meg, hogy milyen a lakásunk, milyen lesz a karácsonyi fánk például, vagy a karácsonyi vacsoránál milyen lesz a díszítés, az határozza meg a színét ezeknek az anyagoknak a felhasználásakor. Ezeket a mécseseket úgy ebben a karácsonyi szezonban, már adventtől egészen mondjuk a január végéig akár a lakás feldobásához, a lakás dekorálásához fel lehet használni, de igazából este, hogyha meggyújtunk egy gyertyát benne, hogy lefekvés előtt is lecsendesíti a hangulatot, vagy a karácsonyi vacsoránál le lehet kapcsolni ezt a nagy fényt, ami amúgy jellemzi az életünket. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, mert nálunk nyit a rendelő Pista Mónikával és a Gedeon Richter Románia támogatásával. Nyakunkon a nátha és az influenza időszaka. De mi a különbség a kettő között? Köszöntöm Önöket! Sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, hogy épp náthával vagy influenzával van dolgunk. Dr. Szabó Zoltán családorvos ebben fog segíteni nekünk a következő percekben. Szakértőnk ugyanakkor elmondja, mit érdemes tudnunk az influenza tüneteiről és kezeléséről. Gyakran egy fogalomként emlegetjük a náthát és az influenzát. Ezek, bár ugyanazon betegség kategóriába tartoznak, azaz a belső légúti fertőzések közé sorolhatóak, mégis nagy különbség van köztük. Az influenzáról tudjuk, hogy a lappangási idő nagyon rövid, akár egy-két óra is lehet, tehát a fertőzés és a betegség megjelenése között nagyon kevés időt telik el, és a betegség brutálisan kezdődik, tehát nagyon magas lázzal, fejfájással, ízületi fájdalmakkal, köhögéssel, torokfájással, a beteg hirtelen nagyon beteg lesz. A többiben amit úgy gyűjtő fogalomként náthának hívunk, ott lassabban kezdődnek a tünetek, a lappangási idő is 3-4 nap is lehet, és úgy szép lassan elkezdődik viszketni a torkunk, az órunk, megjelenik egy bővebb orrváladékozás, tüsszentés, egy kicsi fejfájás, kicsi ízületi fájdalom, és úgy szép lassan kialakul a betegség 2-3 nap alatt, ami aztán úgymond kulminál, tehát beérik a betegség, elkezdődnek a komolyabb panaszok, a köhögés, a fejfájás, az ízületi fájdalom, tehát ez is egy kellemetlen betegség. A náthából való kigyógyulás folyamata egyszerűbb, ritkán jár szövődményekkel, ellentétben az influenzával, mely egy makacsabb betegség, és nagyon gyakran szövődmények is jelentkeznek. A légúti megbetegedéseknek az egész sora lehet szövődmény. A legsúlyosabbak a tüdőgyulladások válfajai, mert abból is több létezik. Maga a vírus is okozhat tüdőgyulladást, viszont a bakteriális felülfertőzések azok a veszélyesek.
Tehát a legtöbbször erről van szó. Ezen kívül az idegrendszert is érintheti, akár enkefalitiszt, tehát agyvelő gyulladást is okozhat. A szövődmények elkerülése érdekében magas láz, köhögés és légszomj esetén érdemes felkeresni a házi orvost, hogy időben kezeljék a betegséget. Az influenza esetében a tüneteket, azaz a köhögést, lázat, ordugulást kell csillapítani. Erre viszont az antibiotikum nem megoldás. A vírusok ellen az antibiotikumok nem hatnak, ezt tudni kell. Viszont nagyon nehéz néha elkülöníteni, hogy melyik az a pillanat, mikor egy vírusos fertőzésre rátevődik egy bakteriális fertőzés, és olyankor viszont kell antibiotikum. Tehát az egyszerű nátha, illetve az influenza kezelésében az antibiotikumok nem oldanak meg semmit. De egy 3-4 nap, 6 nap után betegnek újra felmegy a láza, vannak olyan tünetek, amire arra enged következtetni, hogy szövődmények vannak. Az antibiotikumos kezelés csak szükség esetén ajánlott, ugyanis ha rendszeressé válik a szedése, olyan baktériumokat tenyészhetünk ki szervezetünkben, melyek később rezisztensé válnak sok antibiotikummal szemben. Ezért is érdemes megelőzni a szövődmények létrejöttét és oltással védekezni az influenza ellen. Általában a vírus körbejárja a földbolygót, és február környékén a déli féltekéről érkezik országunkba a járvány. Ezért a védőoltás a déli féltekéről származó vírustörzseket tartalmazza. Ezáltal hatékonyabbak ezek a készítmények. Amíg kialakul a védettség, az körülbelül 2-3 hét. Hogy mikor csap le egy ilyen járvány, mondom, a tapasztalat azt mutatja, hogy február vége, de ez nem biztos. Volt már úgy is, hogy december, úgyhogy most kell beadatni a védőoltást. Eddig tartott a mai rendelő, ne feledjék, az antibiotikum nem megoldás az influenzára, ha tehetik, inkább előzzék meg a vírust védőoltással. Egészséges hetet kívánok Önöknek, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.